Az erő legyen veletek. Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, és úristen, nem is tudom, hol kezdjen. Tehát hajnali 2 és 3 van, Necro hazajön melóból, ledovindelt a földre, Star Wars. És kb. Így megtisztelve éreztem magam, amikor Darth Vader maga vágott le engem a csatamezőn, és úristen, szóval megpróbálok, de tényleg picit megpróbálok nem túl elfogult lenni a játékban, de először is ezt szeretném csak mondani, hogy igen, elfogult leszek, de ez csak egy elfogult videó, oké? Ki kell adjam ezt magamból annak terén, hogy egy őszinte és objektívabb véleményt tudjak majd mondani. A többi videóban is fogtok látni képi anyagban, fogunk beszélni pályaszerkezetről, játékmenetről és az egész balanszról, és úgy általánosan arról, tehát Star Wars lesz-e az a játék, amiért megéri már kiadni pénzünket. Pontosabban úgy mondom, hogy a mai csalfa és hazug játékvilágból mindent megtesznek azért, hogy kiadjuk pénzt az ők is nem rendesen elkészített játékért. Kiadjuk pénzt, mindent megtesznek ezért. A Star Wars lesz-e egy olyan nem rendesen elkészített játék, és ez alatt nem maga a képi anyagra gondolok, hanem a játék mechanikájára. Lesz egy olyan nem rendesen elkészített játék, amiért érdemes a pénzünket kiadni. A másik dolog pedig szeretném, hogyha leírnátok kérdéseiteket, és akkor együtt kiderítenénk, hogy az a játék lesz, amiért érdemes dolgozni. Mert hogyha most engem megkérdeztek, hogy figyeljél már, Necro, érdemes kiadni ezért pénzt, akkor azt mondom, hogy igen. Mert elfogult vagyok, mert szeretem a Star Wars, és gyerekkorom óta az egyik kedvenc filmsorozatom, és azóta se nagyon változott. Nem vagyok Star Wars őrült mániás, aki a legkisebb hangjának is tudja a nevét a filmben, mert hogy annak is volt biztosan, de nagyon úgy szeretem a világot, szeretem a hangulatot, szeretem a történetet, és szeretem azt a történetet is, amiből a Star Warsnak a története táplálkozik. Szóval gyakorlatilag úgy általánosban véve mindent szeretek a Star Warsról. A másik dolog, amiért azt mondanám, hogy a Star Wars egy vétel, még akkor is, hogyha meg lesznek a maga apró-cseprőbb hibája, az azért, mert a mai sivár játékvilágban, abban az A kategóriás játékvilágban, amelyek manapság megjelennek. Tehát kétfajta játékban, vagy megjelenik egy A kategóriás RPG, vagy megjelenik egy-egy shooter, és mindkettő tartalmában sivál lesz. Még akkor is, hogyha az RPG rengeteg sok mindennel többet tud nyújtani. Nem igaz ez a Witcher-re, tehát ez itt a Witcher excluded, mert vannak kivételek. És íme itt egy kivétel, a Star Wars Battlefront is. Egy shooter, de mégsem egy sima shooter, és ez nagyon sokat jelent manapság. Mi sima shooterek alatt mit értek? Egy Code, egy Counter-Strike, tehát valami olyasmi, amit odamérsz, azt puffogtatsz, és már többet nem tud tartalmilag nyújtani, és most először mondjuk hosszú évek óta biztos vagyok benne, hogy a Call of Duty-t nem másért éri meg megvenni, ha megéri megvenni, egyedül csak a single player-je miatt, és abban sem vagyok biztos, hogy teljesen megéri amiatt megvenni. Mert miért? Mert itt egy Star Wars, és többet tud hozni. Valahol többet tud hozni a hangulatával, és most nem arról beszélek, hogy a Battlefield, a Star Wars, a világ hangulatával, és ki tudja, milyen tartalmak fognak még jönni idővel erre a Star Wars-ra, és egyre-egyre árasztja magából a hangulatot. És ugye feltámad itt most egy kérdés, hogy figyelj már, Necrocoma, milyen, ez nem csak egy ilyen Battlefield, de ráhúztak egy ilyen Star Wars-ként, és akkor éve jöjjön a válasz. Minden shooter világra, amikor először elkezdesz játszani vele, ott lesz, hogy anyád, ez fantasztikus, tök jó környezet, tök jó grafika, tök jó fegyverek, tök jó hangok, és ez tart egy olyan jó 3-4 hónapig ez a hangulat, és egy 3-4 hónap után elkezdesz már jobban játszani, jobban megfigyelni a dolgokat, kezdesz figyelni a részletekre, és minden shooternél ez az a pillanat a shootereknél, amikor átvált a fantáziából, amit egy shooter, vagy az a shooter gyűjteni tud, átvált a profi oldalba. Amikor már nem azt nézett, hogy milyen gyönyörű a grafika és milyen fantasztikus volt a játékmenet, hanem azt nézett, hogy melyik sarkon hol kell befordulni, hogy 3 ellen felett leszedjél. És attól a pillanattól minden shooter elveszti a varázsát. Na most arra a kérdésre, hogy ez nem egy Battlefield skin, nem tudom, hogy mit, tehát
Adtam is választ, meg nem is. Én már nem akarom keresni azt, hogy ez Battlefield skin-e, vagy mennyire lehet ez profi játszani, és shooterban élvezni szeretném, ezért is hagytam abba azt, hogy profi módon játszok bármilyen shooterrel is, és ezt keresem manapság én egy játékban már, hogy élvezetet nyújtson, hogy fantáziát nyújtson, hogy meglegyen a különlegessége, vagy hogyha valamiért különlegességet fedeztem fel abban az adott játékban, megtartom azt a különlegességet, megtartsa azt a különlegességét, és mindig élvezettel töltsen el, hogyha bekapcsolom. Hogy miért nem játszom például a Battlefield Hardline-nal? Habár mégis játékmenetben más, mint a BF4, de mégis olyan gyorsan elvesztette a varázsát, illetve annyira nem is volt nagy varázsa a Battlefield Hardline-nak, hogy igazából nem volt értelme játszani. Viszont itt van egy ilyen Star Wars, ami habár ki tudja, lehet, hogy a Battlefield, de ráhúzták azt a tetve Star Wars-ként, és már ettől több, mint a legtöbb játék, ami mai évben kijön. És ez nagyon élvezetes és egy jó dolog. Szóval, hogy a Star Wars biztos vétele, ezek után nősdelte magad. Természetesen itt van még az a faktor, hogy szereted-e a Star Wars, szereted a hangulatát, és srácok, szerintem ez úgy lesz, hogyha majd így kijön a játék, akkor így foglalkozunk egy kicsit a Star Wars univerzumával, mi mit szóltok, és akkor tudom, hogy le fog nyakazni valószínűleg minden Star Wars őrült és már ilyes, mert hogy ezt kihagytad, azt kihagytad, valószínűleg nagy vonalakban, de mivel élvezem a Star Wars-t, élvezem inkább a háttérinformációkat, amit szároznak így a filmmel kapcsolatban, fogunk egy kicsit foglalkozni a Star Wars-szal, mert tudom, hogy a nagyon fiatal generáció maximum az 1-2 harmadik részét látták, és az 5., 6., 7-et már kevésbé, és nem is biztos, hogy értik, hogy honnan és onnan miért származik a Star Wars, és alapvetően egy élvezetes világ és egy nagyon jól megkreált univerzumról beszélünk itt. Nos, miről szerettem volna mondani még? Na igen, és a későbbiakban további képanyagban fogtok itt még látni Luke Skywalkert is. Ha valaki tudja, hol van Darth Vader a pályán, akkor azt szóljon, mert még nem találtam meg, de fogunk beszélni tényleg objektívebben erről a játékról, nem ennyire így őrültem, mert egyszerűen megőrültem, amikor így láttam, hogy ahogy a lépegettők ott sétálnak, és így sétálsz mellett, és így fölnézel rá, és akkor mi a franc? Tehát így, és volt egyszerűen jelenet, amikor lázadókkal játszottam, és ment egy lépegető, és akkor a hang a rádióban így bemondta, hogy sérült a lépegető, most lehet lőni, és akkor egyszerre így mindenki elkezdte lőni azt a lépegetőt, és egy hegy mögött volt, és csak annyit láttam, hogy a lézerek rökkölnek a lépegető felé, és így, amikor mozival láttam először a Star Wars, ugyanaz a hangulat fogott el. És így mi a franc van itt, és annyira jó volt nézni, tehát így teljes csapat így lövi, mint az őrült, és ez egyszerűen fantasztikus volt nézni az egészet, de tényleg, és fölötted az X-szárnyúak röpkölnek, egyszerűen így mind-blowing élmény volt, az biztos, és így tényleg így wow. Nagyon-nagyon jó hangulata volt, és a pályák hangulata fantasztikus, tehát egyszerűen én nem tudok rá mit mondani. Tehát nagyon, nagyon jó lett a mai grafikával, amit ki tudtak hozni belőle, az egyszerűen fantasztikus volt. Nos, de mondom, későbbiekben lesz objektív értékelés, lesz szó a pályákról, a játékmenet folyamatosságáról, fegyverekről, hibákról, játékbalanszról, igaz ez béta, és tudom, hogy valószínűleg ki lesznek javítva, de ezért vannak egy-két aggasztó gondolatai, mert tudjátok, ez fontos azért egy játékban, ha már rá van húzva egy Star Wars skin, és élvezed egy idő után, elkezdesz frusztrálni a játék hibák miatt, és nagyon fontos, hogy valahol ezek a dolgok ugye ki legyenek javítva. Úgyhogy fogunk egy kicsit erről is beszélni, mert tudom, hogy fontos része annak, és sokan értékelnék azt, hogyha végre egy jól balanszott játékot kapnak, ami szinte lehetetlen manapság a játék indulásra, úgyhogy ezért türelmesnek kell lenni, mert más manapság ez így kell működnie. De fogunk erről is beszélni, és ebből a szemszögből is megközelíteni azt, hogy érdemes-e megvenni, beruházni arra bizonyos Star Wars Battlefrontra. Én nálam ez a játék meglevős, tehát ha valaki véletlenül mégis megkérdezi, hogy hát meg akarod-e venni, igen, meg ha valaki csak arra vár, hogy én adjam rá a nyugtát, hogy megvegye ezt a játék, vegyétek, tehát így, mert
Már a bétában is a hangulata fantasztikus volt, és egyszerűen, de össze jobban élvezte, mint a kódot. A kódot is élvezte, mert kurva jó volt az is, de egyszerűen ezt nem tudok elmenni, hogy ez jobb volt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!